Sziasztok srácok! Ez egy Euro Truck Simulator 2 multiplayer. És ami a különlegessége, hogy most megjött december 5-én a Route to the Black Sea, ugye út a Fekete Tengerhez új DLC-je. És úgy gondolom, hogy ha nem is az egész DLC-t, de mit tudom én, most csapatnánk Romániába, ha van kedvetek, gyertek velem, és akkor most indulunk ezen, most nem tudom, hogy sokat, ez 4000-en vannak, ez kicsit sok. Hát szerintem gyerünk itt az árkád egy nyugiba, csak az első utunk ebbe az új világba. Mondjuk itt még kevesebben vannak, de talán jól lesz ez az árkád sima. És akkor itt mindjárt kapcsolódunk a szerverhez. Ha úgy akarja a szerver is. Reméljük. Elkezdett tölteni. Készítője Buzzin. Kiemelt World of Truck kép. Na nézzük. Ugye Scaniával fogom csapatni. A legfúlabb, szóval ennél jobbat még nem tudtam a játékba ugye összerakni. Na nézzük, meg jött egy e-mailünk, melyik sofőrünk mondott fel, ugye? Ajajaj, ezt mondja. Út, különbözés. Ti is el tudjátok olvasni. Itt ezt félrakom, ne zavarjam. Végülis erről szól speciális megbízások, jó van. Ez nem érdekel bennünket most. Most itt állunk a garázsba, igaz nem tudom még hol, de nézzünk egy világtérképet. Szegeden vagyunk, Temesvár, Krajovice, Prideze, Bukarest. Hát van egy nagyon jó ismerősöm. Marosvásárhely, Brassó, Galanc, hát hozzáig nem tudunk elmenni, Bákó, Jászvásár, ugye ez a román DLC, vagy Románia, bocsánat, nem DLC, ez. Ez maga Románia. Ekkora lett így. Hát talán itt a... Nem tudom. Na mindegy. Gyerünk tovább. És... Románia megvan. És akkor Larocsa, Bordeaux, Toulouse, Nizza. És keresem Törökországot, gyerekek, Törökország nincs. Polarize, Rostó, Istanbul. Ja, itt van Törökország, Isztambul. Figyelj, ez itt így egybe van. Szóval ennyit kaptunk. Kemény 6000 forintért ezt kaptuk. Kolozsvár, Jászberény, Kontanice, Isztambul. Itt van Isztambul. Akkor itt van ez is. Szólófia. Akkor ezek szerint itt van, hogy hívják, mondjátok már. Itt van valahol Bulgária és ebben benne, nem? Ugye? Basztalisz is szükség. Na jó, szóval ennyi srácok. Még vannak, látjátok, nem felfedett területek. Hát akkor csapassuk ide az új részre. Szerintem Romániába, valahova, gyerekek, Romániába.
Na nézzük akkor a fuvarokat. Ne aludjunk itt, kérem. Ne aludjunk. Azt mondja, hogy Magyarországra rápippantunk. Beprissítjük. Hát lehet, hogy itt Magyarországról nem lesz, pedig ez volna az egyértelmű. Russzia. Romániát keresünk. Szerintem RO-val írják majd a Romániát, gondolom én. Én, mint politikus. Azt mondja, hogy gyerünk itt hátrább. Ez Magyarországra. Ez is szintén zenész. SK, SK. Nem lesz Románia, srácok, nem lesz Románia. Szézi, SK, Ausztria. Érdekes. Pedig itt át tudnánk menni a határon, vagy hogy lehet itt átmenni? Nem lehet átmenni Szegedről Romániába. Érdekesen van megoldva a gyerekek, érdekesen. Bulgár, török. Itali. Na mindegy, hát. Elti. Hát ezt nem értem. Nem lehet átmenni Romániába, itteni. Hát lehet, hogy veszik gyorsan egy garázs fiúk, mit szóltok hozzá? Nézzünk itt valahol, itt a Kolozsváron nézzünk már egy garázs, Kolozsvár. Na, nyomjunk egy garázs, nézzük, hát ha van. Srácok, nézzünk egy garást. Azt mondja, garázs, vásárlás. Na nézzük. Románia, mondjuk ez mi? Brassó. Közel itt a barátomékhoz. Galanc. Bukarest. Ez nem. Karlova. Temesvár, mi ez? Kolosok, mi ez, micsoda? Jász, nem jász. Konstanz. Váva. Igen. Ja, ez már nem. Ez már Bulgária. Gyerekek, ez már Bulgária. Itt mi van? Brassó. Bukarest. Bukarestben nem akarok, az a főváros. Jó, hát ez van legközelebb. Temesvár. Temesvára. Na nézzük, akkor Temesváron egy ilyen kocsások mérete, kicsi, nagy, ez az gyerekük nagy a fejünk, jó, itt van egy garázsunk, na most nézzük, befüstítjük a fuvart, hát ad nekünk egy fuvart, srácok, hát ha. Az olyan, mint a nátha. Nátha, hátha. Egy frissítés, Word. Na nézzük. Romániába adsz egy komám egy fuart. Russzeged. Peszkov. Na. Átmegyünk simán Romániába, nem ilyen fuvar nélkül, sőt engem nem érdekel. És akkor Romániába indítunk visszafelet. Érted gyerekek, aztán majd csak beindul ez a román DLC. Gyerekek, én feladom. Szóval ilyen nincs. Én feladom, érted? Szóval feladom. Ez ilyen nincsen. Figyelj, ne át fogom csapatni, engem nem jön, átmegyek Romániába, kész. Kijelöm az útvonalat, figyeljetek. Átmegyünk, és indítunk onnan, hát engem. Hol vettünk? Temesváron, ugye? Nézzük, azt mondja. Csak a célállomás van.
szépen is. Nem érdekes. Mindegy, gyerünk, csapassuk. De át kell menni valahogy Romániába, nem? Gyerekek, át kell menni valahogy. Na nézzük. Beőrülök, hogyha nem lehet izé. Mondjátok már a multiba Romániát nyomni. Hát csak lehet, mi? Idáig minden működött. Meg látszó, ott a térkép szó. Na. Hagyjuk már, ki is lehetett jelölni. Csapassuk neki Szegedről Romániába. Babe. Na mindjárt betűt, itt vagyunk Szegeden. Nem tudom, hogy miért nem jön. Nézzük már meg ezt, hogy van beállítva. Gombóc falván. Ja, hogy ez minden. Ez nem tudom, miért kapcsolja ezt, de mindegy ezt a tetőt, meg ezt a első segélyt, fényt, faszom tudja miért. Miért van ez így? Oké. Benzin van. Ugye? Van jó, akkor gyerünk. Gyerünk, gyerekök. Elfér. Nem fér el szerintem. Helyezkedünk, mert nem igazán jó állunk, mindegy. Teljesen a szék nem jó áll. Úgyhogy még el kell helyezkednünk egy kicsit. És akkor most gyerünk hát, amíg átérünk a zöldön. Zöldödön. Na, jönünk egy távvészólót. Működik. Neki. Na, egyszer kimegyünk a városból már, vagy mi lesz így, gyerekek? Vagy csak itt bolyongunk körbe. Mint gólya prasszni a levegőbe. Jaj, te kell fordulni vagy. Remélem most már a jó úton vagyunk, hogy itt hány kört megyünk még, srácok. Na, zöldüljél már, mely haladnák. Már román határon kéne lennem. Lámpa professzor. Közben megy a fölvétel, ugye. Aztán majd látjuk, hogy sikerül-e. Megyek egyszer Szegedről, vagy? Vagy itt csak körözök? Na, laggolási professzor. Elcsesztem az előbb, és akkor túlmentem. Szerintem ez most már kivezet, csak én tettem egy tiszteletkört. A kedvetekért. Jajjaj, gurulási van. Gurulási van hátra. Hátra fele-fele. Jó. Jó van, látom én is. Elég ez a kis hely, hogy lássam a lámpát. Elég csálén álltam be, de mindegy, remék. Hamarosan átvált. Lámpa professzor. Jó, már zöld is tűz. Tűzünk üzenk. Most már reméljük a... mindjárt a román határ felett döngetünk. Azért még egy pirosat kapjunk.
ez a sok piros, ez megy az agyamra. De hát jó van, tartsuk be a szabályokat. Ne ezt tanítsuk a fiatalságnak. Hogy megyünk fejetlen attól, hogy attól egy szimulátor. Jó, az, hogy kicsit gyorsabban megyünk, hát azt... Ez nem jó a kilométer óra, tudjátok. Kicsit a fék az húz mindenfele. Úgy látszik, hogy 140-nél nem lehet megállni. Vagy lehet, hogy nem mentünk annyi van, mindegy, nem tudom. Nem nézze, jön a kilométer volt, csak nyomtam neki, mint a barom. Na. Srácok. Reméljük, hogy az összes lámpa vigyorog, világít. Ennyi. És akkor döngessünk a határ fele. Ez van. Látom, hogy elég kevesen vannak itt a területen. Na, ugye 130. Jújjúj. Látjátok, pont megálltam. Nézzük be a tükörbe, a tök sütétbe. Forduljunk, kérem, túlszaladtunk, de nem tudom, hogy miért ilyen izé szarul fog a fékem. Próbáljunk egy féket. Tudom pedig, úgy emlékszem, hogy rá van húz a funda. Nem tudom, valami kéne nézni a beállítást, de hát jó van, hagyjuk most. Lehet, hogy megnézzük. Fékbeállítás. Terem fogna úgy a fék. Nem tudom. Srácok, mit szólnátok hozzá, hogy leparkolnánk? Ide. És akkor megnéznénk ezt a féket. Bocsimán. Beállítások. Nézzük, azt mondja használt. Azt mondja billentyűjáték, minden okra. Backup, befogadhatsz így. Nézzük ezt. Azt mondja, hogy kormány, igen. Azt mondja, hogy kormánytengely holtjátéka. Igen, gáztengely holtjátéka. Féktengely holtjátéka. És nincs az erő. Nincs, hogy fékerő vagy valami, gyerekek, fékerő. Azt mondja, hogy fékerő, az nincs itt. Akkor az nem itt van ebben a menübe. Most ez volt, billentyűnél vissza, akkor ezt nézzük. Valahol a fékerőnek lenni kéne, srácok. Fékerő azt mondja, hogy parkolás. Valahol fő kéne lenni húzva csomára. Kamion stabilitást, boltkocsi stabilizáció. Kabin. De hol van a fékerő? Kormány. Abba az öröz sörök, hogy nincs fékerő. Csumára van húzva. Stabilitás. Első hossza.
Azt mondja, elszedje véletlenül parkolási. Hát ezeket nincsen fék, mi a fasz az a kettő? Hát bazd meg. Azt mondja, hogy personált úthoz. Én ezt nem értem. Esőhöz. Na hát, bassza meg, ezt én nem értem. Jó, hát itt nem, itt nem, itt nem. Meg itt se, itt meg csak billentyűzet van, nem? Nincs más. Akkor hol a faszomba lehet beállítani, gyerek, nézzük meg a legelső nődázat, nem hiszem. Itt mi volna. Ultrával, ez nem érdekes. Ultrával ez a hang. Sátor, ez a hang. Hát én nem tudom akkor, hogy hol van ez gyerekek, nem tudom, na mindegy. Valahol föl kéne lenni, húzva lenni. Pótkocsi stabilizációt se találom. Adjátok már. Pótkocsi stabilizálása. Pótkocsi stabilizálása. Hát igen, hát ezt minden maximumra húzva vasszátok meg. Minden maximumban. Egyszerű automata. Hát én nem tudom, ezt a faszom tudja. Azt mondja, hogy kormányzás. Azt mondja, kormányzás kar. Fizikai kamera. Na jó van gyerekek, én ezt nem tudom most. Hagyjuk így a francba. Szerintem így jó. Csapassuk tovább, irány Románia, bocsánat, el voltam itt bambulva. Gyerünk tovább Romániába, nyomjuk neki. Mert ugye haladni kell. Aztán fuvarnál el is felejtették beállítani a beállítani valót. Ugye arra rá fogunk pillantani. Valamiért nagyobb félrehúz a kamionunk, és ezt nem tudjuk elmérni. Mindegy. Ilyen sajnos, de nem tudjuk, hogy húz félre. Szerintem most megyünk át Romániába, gyerekek. Jól van, legyen már meg. Csak figyelj már! Nem csak semmit, az körözbe húz. Azért egy kormánybeállítás még megérkezik azért. Nem azért. Most nem erre kell menni, gyerekek. Erre biztos, de hát erre kell menni. Enter. Mindjárt félreállunk, azt megnézzük a kormánynak a beállítását, mert valami nem jó. Szóval ennyire durva nem adja a déli dolgokat a gép. És merre kell menni? Hát a tököm tudja, hogy merre kell menni, gyerek. Nem tudom, hogy nagyon meg vagyok kavarodva. Nem még erre kellett menni. Ujjaj, egy parkoló? Itt, itt merre? Fél mindenem. Vagy nem? Lehet. Itt vagyunk Romániában, srácok. Vagy nem? Mindjárt nézzünk egy térképet. Ennek hatás úgy kéne lenni. Már Románia? Gyerekek! Hello, hello!
140-es södrünk. Hello Románia! Szerintem legalábbis egy határátkelő volt, tehát mi a határ emetti volna át. Az ukrán magyarok? Adjad meg! Szerintem ez Románia. GPS szabad talán, ne aggódjatok. GPS szabad lehet találni mindenhol. Na. Azt mondja, hogy itt a körforgóba. Én a kér. Szépen. És itt meg kimegyünk. Na. Nézzük, srácok. Miből élünk? Miből? Én a tankolásoló, Várjatok. Még egy körforgó. Na, hogy itt nem reflektorra kéne menni, mi? Jó, hogy szóltok. Itt még nagyon senki nincs. Az őd van? Ja. Na. Srácok. Még egy körforgó. Szóval így lájtosan átmegyünk rajta. És nem tudom, hogy hova kell menni. De most itt vagyunk. Hát ezen átmegyünk lazán. Vagyunk Romániában. Végülis ez volt a cél. Ez tök jó. Tetszik ez az új DLC. Aztán megcsinálták. Belefér. És itt a vég. Itt a végállomás. Na itt. Ez ki menő? Vagy be se lehet menni? Nem ez a bevenni? Ott nem tudom, melyik a bevenni. Nem ez a kimenő. Ugye nem lehet bemenni? Udát, cici, cici. Ez mind a kettő kimenő? Nem ez a bemenő. Nem, nem, ez nem nyílik. Úgy látszik. Úgy látszik, ide nem lehet bemenni. Na mindegy, soha látszik, ide nem lehet bemenni. Csak egy parkon. Parkon még nem akarunk menni. Ide se lehet bemenni, mi? Gondolom is nyílik. Valami kinyílik a gyerekek. Cumi volna, ha valami kinyílna. Cuki volna, nagyon. Vasúti, hát kell.
vasúti átkelő, van a villamosfény. Ez? Nyílik? Nem nyílik? Nem nyílik. Gyerekek, itt minden be van zárva. Korán van még, vagy mi a pedig? Nem is lehet húvat vállalni, vagy mi a? Olyan bögye van. Ja, bocs, semmit kell fordulni. Kicsit meg vagyok kergülve egy Romániában. Bocsi. Bocsi, már olyan ilyen szét. Ilyen szana szét vagyok csúszva. Meg hogy össze-vissza megyek. Na, csak majd meg Románia vége. Tudunk fuvart vállalni? Nézzünk már valami fuvart. Hoppá, ne. Itt körbe legyen. Na, nézzünk már. Valami fuvart nézzünk már, hogy innen tudunk-e valamit vállalni. Szép hazánkból. Na. Frissi. Várjál, lefagyott. Lefagyott. Ja, nem fagyott le jó. Na, azt mondja, hogy most itt vagyunk, ugye? Nyomjunk már egy frissítést rá. Hoppá, hoppá, Franciába tudunk menni, Angliába tudunk menni, csapassuk tovább. Hova tudunk még menni? Deutschland, olasz, olasz. De majd magyarba szeretnénk menni. Hungary, Hungary. Törökbe tudunk menni. Magyarországra, nem? Gyerekek. Az a csodálatos, hogy lehet, hogy Magyarország itt van egymás mellett, Bulgáriába is tudunk menni. Nem tudunk, de tudunk, Pécsre tudunk menni, például Pécs. Van egy Magyarország, van még egy Pécs. Azt mondja, Budapestre is tudunk menni, Debrecenbe, Pécsre. Ahogy azt mondta, hogy Szegedre, de Szegedre is. Szeged, van rengeteg Szeged. Na végre, erre vártunk már. Na, srácok azt mondja, hogy Szegedre szeretnénk menni. Hát most mindegy, melyiket válasszuk. De nézzük az első Szegedet, hol van. Speech, nem érdekes. Az első Szeged, itt van Szeged. Na. Tartályt viszünk, vagy izét viszünk. 800. 45,39 kilométer. 45. Na. Kemény a kilométer. 182. Fuvar elvállalása. Igen. Na nézzük akkor. Irány Szeged. Végis Szegedről Romániába is szerettünk volna menni, de akkor most megkezdődik a fuvar. Lehet, hogy ennyi kellett a bejáráshoz. Bejelentkezett, úgy láttam, ez Smark. Smarky Smark. Vagy valami ilyesmi. Úgyhogy csapassuk. Srácok, csapassuk neki. Na nézzük. Neki kéne menni. Valahogy balesetmentesen. Nem jó, összetöltem a kamion, de mindegy. Thank you.
ezt kivesszük. Itt meg áll. Stop. Itt meg áll. Ajajaj. Na most mi ilyen? Gyerekek, levasszatok fejdegileg. Valami nem jó, nem jó valami. Srácok, ez így nem lesz jó, gyerekek. Már nem jó a kormány. A fene a fülét vinné el? Srácok, le kell állni, ki kell dobni, szóval meg kell csinálnom. Elnézést, hogy ebbe a csodálatos programmal így kell csinálnunk. Bocsi. Addig nézzétek az asztalt egy fél másodperc, mert valami elromlott. A technikával nem jó, nem bírok kormányozni, hát ez is csak az én szerencsém, ugye? Igen. 900 fok. 30. Igen. Akkor gyerünk vissza 20-ra. Reméljük, most már jó lesz. Na. Igen, most már jó. Bocsi van tényleg, mert de hát végigvezetni, érted? Nem sok ez a pár kilométer. Most csak 19, még föl kell venni a fuvart. Nem baj, csapassuk, mert most haladni kell. Haladjunk, srácok, haladjunk. Egy körforgó. Kiindexelünk a körforgóba. Majd következő román túránkon majd összeszedettebb leszek, csak most ez az izgulás meg a druk, jó? Ezen álljunk meg azért, hogy lássák itt a Nokedlika szabályos közlekedést. Ez a fék se az igazi most a kamion, nem tudom, most ilyen szeret veret vagyok. Jajjaj, megy a live is, gyerekek, megy a live.
Live-ot gyorsan le is állítom, mert valamiért elindult a live is. Sorry. Ja igen, mert ledobtam, érted? Most nem tudom, hogy a fölvétel megye. Remélem, hogy ez megy azért. Mert ha megállt, akkor én agyfaszt kapok. Hát, elvileg megy. Az a gombhoz nem nyúltam. Úgyhogy menni kéne neki. A felvételnek. Na mindegy, nem fogom kivágni. Látjátok, vannak ilyen problémák, ilyen bugok. Ugye a játékon belül, vagy mit tudom én, vagy a kormányom ilyen, nem tudom. Szóval én ezt nem törlöm ki. Lássátok a hibákat, problémákat. Nem egy olyan egyszerű ez a videózás. Szerintem. Úgyhogy azért általában, hoppá, hoppá, bocsi. Azért általában én nem szoktam semmit kivágni. Hibáztam, akkor azt elismerem, mint most. Most, ja most nem tudom milyen hibáztam, de reméljük, hogy itt van a pótosunk. Szerintem ott valahol van. Merről kéne ráállni? Merről? Vagy nem? Jó, akkor Sándor ezt nem basztod el még? Nem. Várjunk, így például. Jó. És akkor egy tolatási professzorral. Nem akarom leamortizálni a kamiont. Na nézzük. Cementek. És akkor elé állunk. Na, itt már vannak kollégák is. Már ilyen ETS kollégák. Nem igaziak. Na, akkor lehet, hogy ez megy csak hozzánk érkezett így el. Na, gyerek valami. Megpróbálunk ide szépen befarantani. És akkor vegyük föl szépen. Oldal világít. Na, bekapcsoltuk a villogót. Na, akkor irány-horány. Srácok, akkor kezdjük meg. Irány Szeged. Szegedina. Mint mondaná a szerb, Szegedina, nem tudom mi. Lehet, hogy nem is így mondja. Hát, mindegy, csak ez egy szó vicc, nem kell megsértődni. Na, itt pirosat kaptunk szépen. Kifordultunk a telepinyóról. Ez ilyen olaszos telepinyó. Na, és akkor most itt mindjárt veszünk gyerekek egy balost. Helyett jobbost. Jó, tudod már meg sad, hogy melyik a bal meg a jobb kezed. Elég égő videóban, nem? De, égő. Na, hülye gyerek, ez az. Jaja, igazad van. Na. A gyerekem mindig igazam van. De hát, én azt az elvet vallom, hogy a nézőknek mindig igazuk van. Van. Ne menjünk olyan gyorsan, mert aztán problémák lehetnek. Jaj, piros. Háromszor is piros. Elnézést. Csak egy kicsit sokáig fönn voltam az itt. Szakakaka. Rapapapapa. Zöldülj már be, testvérem, zöldülj már. Itt akarok kitérni, hogy ugye szoktam tolni a Forza Horizon 4-et, és ott is megvettem az egyik DLC-t, majd lehet, hogy lesz belőle videó, ennyi. Addig nem árul a Mertbert. Ez még nem biztos, de a DLC az már megvan, csak, na, hova mész már. Csak hogy a videó elkészül, az nem biztos, majd
körülnézek, hogy ez hányan rágták már le ezt a csontot. Hú, de szépen kifejeztem magam. Jön egy kollega. Hát nem az én kollégám, de kamionos. Kamionos pan. Nagy zöld hullám. Olyan, mint az új hullám. Ja, nem ide. Hú, szálltak meg. Csak a gyomrom ne fájna ennyire. 200 át lehet menni a körforgón. Szevasz. Na. Majdnem utána mentem én is. Sajta, te nem mindig vagy százas. Tudtad? Igen, tudtam. Állítok már, gyerekem, soha megyünk? Jó, és milyen utak vannak itt? Román testvéreimnél milyen utak vannak? Állítok. Kicsit lassíjunk le. Kicsit lassíjunk le, mert... Ez milyen tájszólással beszélsz, te soda? Jaj, tudom, tudom. Bocsi. Bírom ezt a sodát, mindig szerepjátékot játszik. Várjatok már. Hello, 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 hello. Kanyarodás van, hogy behaltok, gyerekek, behaltok. Gyerekek? Milyen gyerekek? Hát Isten, hogy miért nem tudom, hogy milyen gyerekedés. Valakit rám ragadt ez, vagy mi? Hát tudom, már Lassi barátom mondja mindig, hogy gyerekek. Na, srácok, szóval maradjunk ennyibe. Hogy kicsit álmos vagyok. Na, döntsd már, hogy hol mész. És akkor csapassuk itt neki. Zenét ugye nem kapcsolunk, nem szeretnénk copyrightosok lenni. Úgyhogy szépen haladunk. Haladunk, dung, dung. Igaz, ti ezt nem látjátok, de szobámban is itt próbáltam nappali fényt varázsolni. Lámpák segítségével, hogy ne aludjak az élel. Tudom, kicsit tegnapi nap hosszú volt. Úgyhogy ma azért próbáltam elnézést rápihenni erre a gameplayre. De hát reméljük, hogy nektek is tetszeni fog, és akkor majd az előbb elindult egy live, azért sorry. Majd közben megállunk egyet pihenni. Valahol. Egy-két percre. Tankolni nem kell most, de azért figyeljük azt is. Nehogy úgy járjunk, mint múltkor. Hogy kifogyott a tank. Majdnem. És akkor az utolsó másodpercekben Ati papi talált egy tankolási állomást. Itt akarom megemlíteni, hogy iratkozzatok fel Ati papi csatornájára is. Nagyon jó tartalmakat gyárt. Igaz, kevés nagyon az ideje. Azért nincs fönt annyi videó, de maga tartalmak azok jók, és próbál minél jobb minőséget csinálni. Ugye Ati papi egy villamos driver, meg trolibus driver, szóval Ilyen vegyes kombó driver. Várjatok, mert itt mi van? Most
Most melyiken kell jönni, vagy hol kell menni? Itt, vagy ott, vagy amott? Piros. Most mi van, mikor ez zöld? Zöld, akkor lehet menni? Vagy nem? Hát igen, akkor lehet menni szerintem. Nem tudom, ez a határát kerül, vagy mi a faszom. Szonya, tonna folytasd az utat! Figyelj, szaladunk. Itt szalonnázunk. Na nézzük. Most mit, itt bemehetek vagy nem? Igen, kinyitja a sorompatyóban. Ja, ne reflektorra jöjjön, mert kivakítjuk a szemét. Enter. Nagyon meg egy öntert. Önter! Nézzétek itt a jobb oldal tükörben milyen napfölkelt elemente feeling van. Na most itt igen átmentünk, akkor megyünk tovább. Most melyiken kell menni? Ez a dombon így. Itt, vagy nem? Á, biztos én nem tudom. Most hol? Most hagytuk el Romániát? Ez a román-magyar határ, gyerekek. Már főzés mértem. Na mindegy. Még kapcsolom állandóan le a lámpát? Nem tudom, nem ezt kéne kapcsolgatni csak. Mintha nem világítaná annyi lámpa, nem? Nézzük meg! Csináltátok még a kamiont, mi? Elégszer! Akkor lejjel veszük a sebességet. Állítok kis külső nézet. És akkor... Persze. Ilyen. Ilyen a szerelvény. Shadowblog. Itt a cég neve. Scania. Reflektor nélkül. Reflektorral. Sofőröm. Scania logó. És a traki. Na döngessünk tovább. Kamion belseje pedig mellettem egy. Várjátok, mert így kéne. Éthordó. Meg egy laptop. Kis Scania. Világítás, ilyen kis piros fények. A többit azt meg látjátok, na mindegy. Na gyerünk. Mindjárt rápillantunk a kilométerre, 37 kilométer, srácok. Jó. Azért próbáljunk meg egy csába menni. Rárepizünk. Árnyos oldalon megyünk, nehogy napszúrást kapjunk. Úgyhogy... Szeged. Nem, mondom, nem vagyok, teljesen szétszórt vagyok ma. Pedig egy pár kilométert már levezettem.
Na mindegy, srácok, hát ez egy ilyen nap, de azért Romániát megjártuk, ez volt a cél. Ugye most vásároltam meg a DLC-t, az ETS-t, meg a Forzát is. Még vettem valami festést itt az ETS-re. Úgy tudom, román meg bulgár. Ha minden igaz. Nem akarok hülyeséget mondani. Próbálom itt Szegedet beazonosítani, de nem nagyon sikerül. Ez Szeged. Igen, aha. Na, Sada, ne, hápogjál már. Hát nem tudom. Hát egy szegedi volt. Vagy nem szegedi volt, magyar volt, bocsánat. Szerintem az ajtómon nincs rajta már a magyar zászló. Úgyhogy lehet, hogy visszarakom. Vagy valami ilyesmi. Ha minden igaz. Építkezések. Hát nem tudom, hogy ez mennyire szöged. Szögediesen. Hát legyen. Nézzük. Na nézzük egy. Ugye mi mindig ezt a menjünk biztosra, ezt szoktuk nyomni. Ez nulla, mert csak leakaszt itt az ajtóba. Hát tess add egy sok tépét. Én meg nem tolatgatok, itt nem húzom az agyatokat. A bénázással ezt az általában meg tudom csinálni, reméljük. Kihúzom ide a kamiont vissza. Aztán majd látjuk, hogy milyen lesz. Nem szoktam már neki annyira nyomni, hallgatom a hangját, mikor lett pittyen be. Akkor nyomok egy féket. És akkor általában szoktam ilyenkor egy külső képet mutatni nektek. Milyen bénán álltam be. Kicsit ott a segge kilóg. Lehetett volna most előre húzni, aztán vissza, de jó van, a játék elfogadta. Nyomunk neki egy ilyen lecsévélést. És akkor. Kiváló. Nincs is hibánk. És akkor nyomunk egy folytatást. És akkor ugye most el akartunk menni a szervízbe, mert ide akarunk egy magyar zászlót fölrakni, vagy ide a tükörre, nem tudom még. Na mindegy, gyerünk a szervízbe. Ezt így nem lehet, akkor mi az, hogy itt. Gyerünk a szervízbe.
Keressünk egy szervizet. Elvég erre van a szerviz. Következő, szerintem itt van. Itt a szerviz. Úgy hogy kell javítani a cuclit. Nézzük, csapassunk neki egy javítást. Azt mondja, kamion. Hát annyira nem sérült szegény. Mindegy. És akkor nézzük azt a magyar zászlót, hát a... Mik találjuk? Azt mondja, mik találjuk? Nézzük. Hol vagyon? Azt mondja, hogy Hungary. Ahogy ütöm ugrali. Na, sablon használta. Igen. Sablon. Mentés sablon. Na, mindegy. Igen. Na. Gyerekek, most már tudjátok, hogy... És már legalább tudják, hogy magyar vagyok. Indítsuk csak el. Nézzünk egy tabulátort, jó van. Nézzünk egy külső nézetet. Jó lett a magyar zászló. Na, üljünk akkor be. És akkor... Kézzék még. Na, keresünk meg a lakást. Lakást? A garást. Ki tudja, merre van. Hát itt gyerünk mondjuk. Jobbra. Hát, erre van a garázsinyó. Pitty. Itt a garázs. Tankoljunk meg. Ahogy illik, minden rendes uvar után. Itt a tankolási. Állítsuk le. És akkor nyomjuk az öntert. Mennyi kér vele, nem tudjuk. Oké. Egy gázpedállal indít. És akkor... És akkor parkoljunk le. Ide.
nyomjunk egy utolsó pihenést mondjuk. Na, még egy pihenés. Mi olyan pihentek legyünk. Nem tudom, azt meddig lehet nyomni. Hány óra volt. Meg még egy pihenés. Jól van. Oké. Hát ennyi lett volna, srácok, ez az ETS-2 multiszimulátor a Fekete tenger fele, de a címéből úgyis fogjátok tudni. Köszi, hogy benéztetek, ha nem vagy, még iratkozz fel, csapass egy lájkot, ha nem tetszik diszlájkot, annak annyira azért nem örülök. Még mindig várom az építő és nem negatív kommenteket. Bocs ezért az összeszedetlenségért, majd a következő ETS-2 multiplayer jobban fog menni. Kicsit hosszú volt a tegnapi nap, pihenés hiány egyebek, de próbáltam tartalmat gyártani nektek. Sziasztok!